10 napja még könyökpacsival üdvözölte egymást a Magyar Orvosi Kamara elnöke és Orbán Viktor a miniszterelnökségen. Az Orvosi Kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát, javaslatot elfogadtuk. Az új béreket is magába foglaló törvényjavaslatot egy hete el is fogadta a parlament. De a kamara szerint az egészségügyi jogállásról szóló törvény nem az, amiben megegyeztek. A ma közzétett hivatalos állásfoglalásokban azt írják, hogy a jogszabály előzetes egyeztetés nélkül született, és túlterjeszkedik azon, amiben megállapodtak a kormánnyal. Szerintük a törvény erőszakos bevezetése lerontja a béremelés és a hálapénz tiltásának hatását, és a következményei beláthatatlanok lehetnek. Amennyiben rossz forgatókönyvek jönnek, és megfelelő kommunikáció nélkül, átmeneti idők engedélyezése nélkül kell levezényelni ezt az átalakítást, akkor súlyos ellátási zavarok keletkezhetnek. A kamara szerint a törvényt a jelenlegi formájában sok orvos elutasítja, és tovább növeli a bizonytalanságot, hogy nem ismerik a mestertervet, azaz az átalakítás célját. Ez szerintük a tavaszinál is nagyobb pálya elhagyáshoz vezethet. A kollégák számára a leginkább elfogadhatatlan két pont ebben a törvényben az a korlát nélküli és nem megfelelően megindokolt vezénylés 2 évre, a másik pedig a mindenféle más kereső tevékenység várhatóan szigorú ellenőrzése és kontrollálása. A kormány ma egyeztetést kezdett a vitáspontokról a kamarával. Kincses Gyulát Pintér Sándor belügyminiszter fogadta, akinek átadta a kamara állásfoglalását. A miniszter úr jegyzetelt, és ezt a két pontot külön felírta azzal, hogy erre megoldást kell keresni. Tehát hangsúlyozom, nem tárgyalás volt, ahol megállapodással álltunk fel, de az sem volt, hogy a miniszter úr közölte, hogy ezen nem lehet változtatni, ez egy elfogadott törvény, és lépjünk tovább. A kormány az egyeztetésről annyit közölt, hogy a találkozón szóba került a koronavírus járvány és a házi orvosok helyzete is, és megállapodtak a további egyeztetésről. A múlt héten elfogadott törvény péntek óta Áder Jánosnál van. A köztársasági elnöknek 5 napja van arra, hogy döntsön róla. A Magyar Orvosok Szakszervezete a múlt héten arra kérte, hogy ne írja alá.